Február 4-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban rendezték meg a 40. Vecsési Svábbát. A zenés táncos eseményen közel 300-an vettek részt. Szakaszokon ment keresztül ez a bál. A bál története a 70-es évek végére nyúlik vissza. Akkor kezdeményezte a honismereti kör, hogy egy kicsit összefogja azokat a fiatal embereket, akik felmerik vállalni a svábságukat, hiszen ez abban az időben azért nem volt ennyire egyértelmű, mint manapság. Ugye tudjuk, hogy a háború utáni időszak az a magyarországi németségnek milyen nehéz eseményeket és milyen sorsfordító dolgokat hozott, és nyilvánvalóan így azért nem volt ennyire egyértelmű ez. Elkezdték ezek a fiatalok a hagyományokat előszedni, a régi öltözéket, a régi táncszokásokat, és aztán a 80-as években alakultak nemzetiségi tánccsoportok is, mind gyerekekből álló, mind pedig felnőtt tánccsoport, amelyek mind ezt a hagyományt próbálták feléleszteni, tehát ezt a picit elhaló német nemzetiségi tánczene hagyományt. És ugye e köré szerveződött a bál, eleinte még kisebb létszámba, aztán néhány év után ez egyre népszerűbb lett, és már olyan nagy volt az érdeklődés, hogy Vecsésen nem is találtak helyszínt arra, hogy megfelelően meg tudják rendezni. Ezért Budapestre kellett úgymond száműzni a rendezvényt, és ott tartották több helyszínen is. Aztán a 26. Svábbál már ismét Vecsésen volt, az akkori falusi iskola Magrasalkovics általános iskola torna termében, és aztán egy darabig még váltakozó helyszínnel az Airport Hotelben, és aztán most végül mióta a Bálint Ágnes Kulturális Központ elkészült, most azóta már itt, és az idei évben is itt vagyunk. Voltak olyan időszakok, amikor nem is svábbálnak nevezték ezt a bált. Így van, a kezdet-kezdetén nem ismerték ezt svábbálnak hívni, én azt gondolom, hogy itt tényleg arról volt, hogy nem merték. Inkább hagyományőrző bál, valami ilyesmi elnevezést próbáltak, és aztán az 5. svábbál környékén, tehát ugye a 80-as évek közepe táján kezdték el azt, hogy most már svábbálnak hívjuk, és azóta hivatalosan Vecsési Svábbál a neve, de valójában az egész erről szólt, hogy a német nemzetiségi hagyományokat próbálták feléleszteni, tehát már az elejétől svábbá volt, csak nem így nevezték. Az öltözéket látjuk, a zenét halljuk, milyen más sváb hagyományok fedezhetők meg még fel ezen a bálon? Hát nyilván a táncok, tehát általában a műsorban, ami a fellépő csoportok műsora, hagyományőrző táncokat próbálnak bemutatni, és a zenei hagyomány is, tehát nyilván amit a zenekar játszik, legtöbbször vecsési zenekar, a Brunner zenekar szolgál
szolgáltatja a zenét, de volt már rá alkalom, hogy más zenekarok meghívott, más német nemzetiségi települések zenekarai játszottak. Tehát ezzel is egyrészt színesítve a programot, másrészt meg picit a más hagyományokat is behozni, de mindenképpen törekszünk arra, meg törekednek a szervezők arra, hogy a hagyományos svábzene kerüljön többségébe a bálon, hiszen ennek erről kell szólnia ennek a rendezvénynek. Annak van egy jelentősége, hogy miért pont most rendezik meg ezeket a bálokat február elején? Amikor a legelején lett szerintem ez elhatározva, ezt nyilván azok tudnák megmondani, akik az elsőket szervezték. Egyébként az első szervezések a honismereti körhöz köthetők, és elsősorban Doronéc Emmel Katalin, illetve Kevéné Maier Anikó voltak ennek a bálnak a főszervezői a kezdet-kezdetén. A báli időszak, a farsangi időszak az ilyen január-február tájéka, de nyilván ez minden évben változik, hogy pontosan meddig tart a farsang. Viszont a február első hétvégéje az mindenképpen még a farsangi időszakhoz tartozik. Nagyon ritkán ez már az utolsó hétvégéje is egyben, és már a hangazó szerda követi, de ez viszonylag ritkán fordul elő, tehát gondolom ezért lett megcélozva ez a dátum, hogy mindenképpen a farsangi időszakban legyen, és ne a bőjti időszakban, mert a vallási hagyományok úgymond tiltják azt, hogy zenés mulatságot, esküvőt a bőjti időszakban tartsanak. És nyilván ilyenkor volt egy kis pihenő időszak is a svábok életében. Így van, régen az esküvők is erre az időszakra voltak úgymond szervezve, tervezve, tehát a téli időszak egyrészt ugye az ételeknek a tartósága szempontjából is kedvező, másrészt meg tényleg jobban ráértek, hiszen akik a mezőgazdasági munkából éltek, azoknak ez a téli időszak egy kicsit nyugalmasabb volt. A Lumpenklumpen társoport is részt vesz a svábbálok szervezésében, ezúttal körülbelül hány fő van jelen itt a Bálint Ágnes Kulturális Központban? Nagy örömünkre az idén nagyon sokan érdeklődnek a svábbál után, úgyhogy most 292-en vagyunk. Lettünk volna még sokkal többen is, de sajnos a terem befogadó képessége nem engedi, hogy több főt tudjunk vendégül látni ma este. Mennyi ideig tart egy ilyen bálnak a megszervezése? Már gondolom, hogy azok, akik évről évre mindig itt vannak, mindig jelen vannak, azok várják, tudják nagyjából az időpontot is. Igen, hát a bál szervezését már jóval előbb el szoktuk kezdeni, hiszen meg kell terveznünk, hogy hogyan lesz a műsor, kik lesznek a fellépők, mit adjunk vacsorára a vendégeknek, egyeztetni a vacsorát a füttebisztróval, a tortát, és egyéb nagyon sok feladat van. Úgyhogy ez egy több hónapos munka, amit a csoport közösen végez, és hál' Isten, mivel sokan vagyunk, így azért nem olyan megerőltető a feladat. Ezúttal kik léptek fel? Az idén is, mint tavaly is, a Grassalkovics iskola Flinke Beine tánccsoportját láttuk vendégül, nagy örömünkre, illetve hívtunk egy sztárfelépőt is, hiszen mégis egy jubileumi bárról van szó, szerettük volna egy picit megkülönböztetni az eddigiektől, úgyhogy a sztárfelépőnk a Shramley Kings együttes lesz, és készítettünk még egy kis meglepetés anyagot is a vendégeknek, egy kis fényképes videós összeállítást az elmúlt 40 év sváb bájaiból. Van egy bizonyos törzs közönségünk, akik minden évben úgy, ahogy mondtad, jönnek és várják, de mindig vannak újak is, nagy örömünkre, sőt vannak olyanok is, akik igazából, hogy úgy mondjam, nem kapcsolódnak szorosan a nemzetiségi kultúrához, de mégis érdeklődnek ez irányba, és őket is szívesen látjuk a bálon. Yeah.